Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig az Ultrahang rendkívüli adása, méghozzá a németországi tartományi választásokról. Nem sokára kapcsoljuk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt. Arról fogunk beszélgetni, hogy az AfD, azaz az Alternatíva Németországnak nyerte meg a vasárnap tartott tartományi választásokat a németországi Türingiában. A szavazó helyiségeket elhagyók körében készített felmérések tanúsága szerint, és a szomszédos Szászországban is versenyben van a győzedelem. Miért a Kereszténydemokrata Unióval, azaz a CDU-val. A ZDF és az ARD köztelevíziók által készített felmérések szerint Türingiában az AfD 30,5-33,5%-nyi szavazatot szerzett, míg Szászországban 30-31,5%-ot. Ha a végleges eredmények igazolják az exit pollokat, ez lesz az első alkalom, hogy az AfD tartományi választást nyer. A választás nagy vesztese Olaf Scholz kancellár német szociáldemokrata a pártja lehet, amely mindössze 6,5, illetve 8,5%-ot szerzett. 22 óra 20 perc van, Nógrádi György van a vonal túlsó végén, akit felébresztettünk az alvásból. Jó estét kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Szép jó estét, most már fölébredtem, már mindegy, köszönöm. Azt hittem, még nézi az eredményeket. Kezdjük onnan, hogy hogyan értékeli az eredményeket. Gyakorlatilag a hagyományos pártok vereséget szenvedtek, kudarcot vallottak. Mindkét tartományban rendkívül jó szerepelt az ALT, Alternatíva Németországért párt, és jelezni szeretném, hogy mához 3 hétre egy újabb volt NDK-s tartományban, Brandenburgban is választások lesznek. Türingiában ez egy pici tartomány, 2,2 millió lakosság, Ramelow egy Linke, tehát egy kommunista utót várt, egy politikus volt a miniszterelnök, óriási vereséget szenvedett. 1932 óta most fordult elő először, hogy egy szélsőjobboldali párt Németországban első helyen végzett szabad választásokon. Ez teljesen új dolgot jelent. Ami érdekes, Höcke, az AfD tartományi miniszterelnök jelöltje Türingiában, főleg a Német Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálódott, kimutatták, hogy szélsőjobboldali, viszont rendkívül népszerű. Az előző választásokon még a Linke kommunista utott párt 31%-ot kapott, az AfD 23-at, most mindent vicc az AfD. A Linke lement 11,4%-ra, a zöldek az utolsó fölmérés szerint 3,9%-ot kaptak, tehát a berlini kormánypárt egyik pártja még a tartományi parlamentbe se került be, a másik párt, a liberális párt, mérhetetlen eredményt ért el, tehát 1% körül volt, semmi esélye nem volt a bekerülése. Az AfD 33,2%-kal győzött, az SPD 6,2%-ot kapott, a CDU második lett 23,8-al, és a Sahra Wagenknecht féle szövetség 15,5%-ot kapott. Én fölhívnám a figyelmet arra, hogy az első helyzetnek nem lesz esélye a kormány alakításra, mert most mindenki elhatárolódott tőle, hogy hónap reggel mi lesz, azt meglátjuk. Szászország egy viszonylag kicsi 18.000 négyzetkilométeres tartomány, a fővárosa Dresda. Eddig CDU, SPD, Grüne, tehát kereszténydemokrata, szociáldemokrata, zöld összebogás volt, és a kereszténydemokrata párt egyik politikusa, Kretschmer vezette a tartományt, úgy néz ki, hogy ő maradt most is. A legutolsó fölmérések szerint 30,5%-ot kapott a CDU, különböző fölmérések 28 és 30%, tehát közkítették az AfD-t, 12%-ot kapott a kommunista utót párt, itt a zöldek jól szerepeltek, 9%-ot kaptak, és a részvétel 73%-os volt, tehát óriási. Az SPD, és itt nagyon sok mindent el kell mondani, nagyon leszerepelt. A Sahra Wagenknecht féle szövetség itt is 11,7%-ot kapott. Ami a lényeg, hogy a Sahra Wagenknecht féle szövetség 8 hónapja jött létre Németországba, a tartományokba 5 hónappal ezelőtt, és óriási üzelmet aratott. A német lakosság 81%-a azt mondta, hogy új migrációs politika kell. Az AfD hiába győzött még egyszer, az egyik jelszava kitoloncolás volt, nagyon sok embernek szimpatikus volt, a szolingeri merénylet után pedig a német lakosság hangulata megváltozott.
Nagyon sok mindent el lehet mondani. Elmondta az IMT azt, hogy gazdasági válság van. A Sarah Wagenknecht-féle szövetség ugyanazt mondta, mint az IMT, hogy az orosz-ukrán háborút be kell fejezni, a COVID hatásait véget ki kell szűrni, véget kell vetni a migrációs politikának. Talán ezek voltak a legfontosabb dolgok a mai nap folyamán. Akkor én még gyorsan annyit kérdeznék, hogy hogy látja a Igen. koalíciós esélyeket, ki tud összefogni kivel, ugye most itt este 10 órás eredményként Igen. a türingiai választásoknál 33,1% van az AfD-nek, 23,6% a CDU-nak, 15,6% a Sarah Wagenknecht pártjának, 12,9% a Linkének, 6% az SPD-nek, tehát a szociáldemokraták, és 3,2% a zöldeknek, és 5,6% a többieknek. Most itt hogy jön ki a matek, tehát ki fog tudni kormányt alakítani? Ez nagyon érdekes. A pártok vezetői nyilatkoztak kb. 2 órával ezelőtt a német tévében, és a CDU-CSU bejelentette, hogy két párttal nem hajlandó összefogni, a Linkével és az AfD-vel. Magyarul összes többével össze kell fogni, csak úgy jön ki az ön által említett matek. Pártjával összefoghatnak, mert akkor például már kijön a Ami matek. Számomra érdekes, igen, csak a Sarah Wagenknecht sokkal baloldali, mint a Linke, de meleiden. Érdekes, hogy a mostani első megbeszéléseken sem a CDU, sem a Sarah Wagenknecht nem határolódott attól, hogy a másikkal összefogjuk. Az egyetlen lehetősége jelenleg az AfD-nek az, hogy összefog a Sarah Wagenknecht-tel, de ebből óriási botrány lenne, de ebben a pillanatban az AfD miniszterelnököt tudna adni. Ami érdekes, hogy 100 országban viszont átvette este 10 órakor a CDU a vezetés 31,7%, az AfD 30,5-ön áll, az Sarah Wagenknecht pártja 11,7-en, a többi párt 8,9-en, SPD 7,4, zöldek 5,3, Linke 4,5%. Itt azért könnyebb a helyzet. Itt sokkal egyszerűbb a helyzet, mert a CDU egy jó pozícióból indul ki. A Sarah Wagenknecht-tel meg kell nézni, hogy mi lesz a parlamenti helyek leosztása, lehet, hogy kettesbe is többséget tudnak alkotni, hanem akkor bevonják az SPD-t. Ami számomra érdekes volt, hogy a Merz azt nyilatkozta 2 nappal ezelőtt, hogy jöjjön létre a CDU-SPD koalíciója, oké, de az SPD mindkét tartományban 10% alatt szerepel, tehát nem lehet létrehozni a koalíciót. Akkor az utolsó kérdésem az, hogy az AfD a várthoz képest rosszabbul szerepelt ezekkel a 30-33 százalékkal? Az AfD elképesztő sikereket ért el a utolsó választási eredményhez képest. Annyit látni kell, hogy az AfD-t egyre többen elfogadják a kelet-német tartományokba. Az a véleményük, hogy amire nem tud, nem mer, vagy nem akar válaszolni a hagyományos demokráció, arra az AfD válaszol. A fő probléma az, hogy az AfD-től elhatároltak. Nekem rendkívül érdekes volt az, hogy 100 országban azt nyilatkozta a CDU miniszterelnök jelöltje, hogy ő összefogna az AfD-vel, de a berlini központ nem engedi. Ez rengeteg dolgot elárul. Magyarul azt is, hogyha mégse jönne létre egy koalíció, akkor megtörténhet az, hogy összefognak Berlin akarata ellenére. Kedves Tamer úr, köszönjük szépen, hogy még álmából felébresztve is tudja a német politikát. Én kérek elnézést, hogy már lefeküdtem. Ez volt tehát a beszélgetésünk Nógrádi Györgyel. Köszönjük szépen.